Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Feri János vagyok az Engő Motorsporttól, 2015, április 6-a, éjszaka, 10:30 van. Egy nagyon régóta tervezett videó első kockáit láthatjátok. Juni Gyuri kollégámmal évek óta beszélünk arról, hogy mennyire jó lenne megcsinálni egy olyan videót számotokra, ami magát az utazást mutatja be, tehát a csapat kamionjának az utazását mutatja be. Erre a legalkalmasabbnak én személy szerint a marrakesi futamot tanálom. Úgyhogy kezdjük el az első ilyen videónkat. Bármiféle felvételből adódó hibáért elnézéseteket szeretném kérni előre is. Életem első videójáról beszélünk. Megpróbálom a lehető legtökéletesebben felvenni a helyszíneket és bemutatni nektek azokat a fontos, számomra fontosnak tartott dolgokat, melyek egy ilyen közel 4000 kilométeres út alkalmával történnek velünk. Az utazáson ketten veszünk részt, Márkai István kollégám fog elkísérni. Csapjunk bele, és akkor a kamionból jelentkezem. Na szóval megérkeztünk a kamionhoz. Ez a mi bázisunk. És itt van a kis kamionunk. Közel egy hónapja itt pihen, és várja, hogy meginduljon Marokkó felé. Reggel 4:05 van, ebben a pillanatban lépjük át a magyar-szlovén határt, és itt meg is állunk pihenni egyet, hogy nappal tudjuk követni az eseményeket, mert így éjszaka annyira sok mindent nem lehet videózni. Elértük a maximális utazósebességünket.
Szeretnénk megmutatni egy parkolóhelykeresés, hogy néz ki kora esti órákban Olaszországban. De lehetnénk akár Franciaországban is, vagy Németországban is, vagy Spanyolországban is. Ugyanez a helyzet mindenhol. Itt töltjük az éjszakát, Pista bácsi, egy pár szót mondaná a parkolókeresés könnyűségéről, vagy nehézségéről? Nagyon nehéz volt. Borzasztó volt? Borzasztó. Szóval itt fogunk állni szabálytalanul, mert semmelyik parkolóban nincsen hely. Úgyhogy szerencsétlen kamionosok kénytelenek ide a személyautós sávra parkolni. Holnap folytatjuk. Jó reggelt mindenkinek! Utazásunk második napjának reggelén vagyunk jelen pillanatban. Nagy változás történt tegnaphoz képest. Mindjárt megfordítom majd a kamerát, ha tudom. De nem tudom. Menet közben nem tudom. Tehát innentől kezdve... Innentől kezdve most képvágás következik, mert én nem látom, hogy mit veszek. Na szóval üdv mindenkinek, jó reggelt! Utazásunk második napjának reggelén vagyunk. És annyi változás történt tegnaphoz képest, hogy a mai naptól felszereltük az autóra ezt a kis drágaságot. Melynek feladata a Ligur tenger bemutatása lesz számotokra. A kollégám nem tudom, hogy hol van, de két percen belül indulunk. GoPro kameránk akkumulátora elég hamar feladta, úgyhogy most töltőre helyeztük, addig marad a front kamera, ez viszont UHD felbontás cserébe. Hagytuk magunk mögött az utolsó olasz fizetőkaput. Az alagút után, ha jól emlékszem, Franciaországba lépünk be.
találtunk egy teljesen félreeső parkolót, amit alig lehet észrevenni a pálya mellett, éppen ezért hárman vagyunk összesen. Második napja vagyunk úton, este, nem tudom hány óra van, 10 körülbelül, spanyol határ, 30 kilométerre, úgyhogy itt töltjük az éjszakát, és akkor reggel folyt köv. Jó reggelt mindenkinek, ebben a pillanatban lépjük át a spanyol határt, reggel 9 óra lesz pár perc múlva. Barcelonáig sok mindenről nem tudunk majd beszámolni, sőt igazából Valenciáig, de onnan közvetítjük a szép helyeket továbbra is. Barcelonában vagyunk, 18 fok van, 1:30, és ezt szeretném nektek megmutatni, aki még nem járt erre. Ez mindenképpen egy érdekes látvány. Porta di Barcelonában megállunk egy ebédre, aztán folytatjuk tovább utunkat. Igaz, Pistovács? Nem mutattuk meg az eprünket, amit nem otthonról hoztunk. Na szóval, ez a Porta di Barcelona, itt elédeltünk. Tele van a parkoló magyarokkal, és ott vagyunk mi valahol a végén. Innen még a kikötő körülbelül olyan 1100 kilométer lehet. Volt egy kisebb balesetünk. Elhagytuk a GoPro kamerát 90-nél. De működik. És minimális karcolásokkal megúszta az esést. És gyalogolok vissza a kamionhoz, körülbelül egy kilométert biztos kell menni. Megérkeztünk Alicantéba, itt töltjük az éjszakát, bemutatnám a legnagyobb magyar rajongókat, itt él Alicantéba. Ő szokta fogni a kezünket itt, amikor ezen a környéken autózunk. Sziasztok! Sokat nem látni belőle, már sötét van. Ameddig volt futam Spanyolországban, rendszeresen az első sorban ült az egyes számú széken. Igen. Mint néző. Teljes mindig. Szóval itt alszunk, és akkor holnap reggel startolunk tovább Al Jazeera-ba. Na szóval Granadában vagyunk. És elég érdekes jelenséget láthatunk. Nagy baj nem történt, mert a légzsák nem nyílt ki, ahogy láttam.
Szombat 12 óra 30 perc, fent vagyunk a hajón. Elvileg egy fél óra múlva indul. És egy órás körülbelül az út tangerbe. A hajó eléggé az 50-es éveket tükröző, úgyhogy nagyon nem járunk körbe. Körülbelül olyan, mint az, ami ott áll, ilyen állapotban van. Elértük Gibraltárt, illetve nagyon nem kellett elérni, mert itt voltunk, de most már látható. Ezzel a busszal megyünk fel a vámra. Viszonylag gyorsan végeztünk a vámmal, csak egy fél napunk ment rá, eddig mindig egy nap szokott rámenni. Úgyhogy indulás Marrakeshbe. 700 valahány kilométer, a felét megpróbáljuk ma lenyomni estig. Előttünk halad egy igazi marokkói gépjármű, de remélem, hogy ettől még sokkal komolyabbakat is fogunk tudni filmezni, amiket láttam eddig lehálózva, 6 méter magasra pakolva. Na, erről beszéltem az imént. Modenai rendszámmal. Jó reggelt mindenkinek, Kenitrában vagyunk, itt töltöttük az éjszakát, ebbe a gyönyörű parkolóba. 3 euróért egész reggel 6-ig ott ült egy srác, aki figyelte itt a parkolót. Innen, nem tudom mennyi, 450 km lehet körülbelül Marrakesh még. És 6. nap reggele a mai.
második hirdető, de az elsőt azt nem sikerült le filmezni, az egy nagy plakát volt. Szóval vasárnap délután megérkeztünk Marrakesbe, előttünk ismét egy plakát, de innen már csak egy olyan 10 perce van a pálya körülbelül. Óriási szerencsénk van, hogy csak 27,5 fokot ír a külső levegő. 40 szokott lenni, 40-43, amikor jövünk ide versenyre. És a jobb oldalon a tevék hempereglen. Amikor először voltunk itt, így fagyiztunk jobb oldalon az első este, vagy 15-en. A Márknak a kamionjával jöttünk ki. Mindenhol elő-hátul ültünk. Thank you.
és itt vagyunk. A bejutás nem szokott ennyire komplikált lenni. Itt jön szembe velünk egy Afrikó 6-os környezetvédelmi osztályba sorolt gépjármű.